Az egyik legtöbb vendéget vonzó rendezvénye Nyírbátornak a Szárnyas Sárkány Fesztivál. Az Európa szerte ismert utcaszínházi találkozót július 7-e és 9-e között rendezik meg a Papok rétjén, ahol az eddigiekhez hasonlóan színházi és utcaszínházi társulatok, zenei és táncegyüttesek, bábosok, csepűrágók, zsonglőrök, bűvészek, élőszobrok és gólyalábasok szórakoztatják majd a közönséget. Az 51. zenei napok programsorozata augusztus 5-én veszi kezdetét fúvó zenei találkozóval, majd 7-én a Szolnoki Szimfonikus Zenekarat koncertet. Augusztus 12-én az Anima Music Kamara Zenekar előadását tekinthetik meg az érdeklődők, hangzott el az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón Nyírbátorban. Legjobban annak örülünk, hogy a Balázs Fecót el tudtuk idén hívni, aki ebben az évben nem sok helyszínen lép fel, hiszen betegséggel is küzdött az elmúlt években, hónapokban. Úgyhogy egy nagyon különleges koncert a Kulturális Központban az idejében, azt gondolom, hogy színesíti a programot, de emellett Ilényi Katica is fellép nálunk, aki egy szintén közismert zongora, vagy hegedűművész, és nagyon sok olyan programot kínálunk, ahol a könnyű zenét és a komoly zenét próbáltuk ösztönözni, annak érdekében, hogy ne csak a komoly zenét szeretők, hanem a fiatalok vagy a könnyű zene felé kacsingatók is ellátogassanak. A Bátori nyár ideje alatt gasztrotalálkozót is rendeznek. A lazább zenei stílus kedvelőinek pedig az augusztus 10-e és 12-e között a Death Crew könnyű zenei és filmfesztivál nyújthat kikapcsolódást a nyírségi városban.